Nagy tisztelettel üdvözlöm a CMM, Civil Multimédia nézőit, és egyben nagy szeretettel köszöntöm különben Horváth István professzor urat. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat, és kitüntetés számomra itt lehetek. Tisztelt doktor úr, Magyarországon a három dologhoz értenek nagyon. A politikához, a futballhoz és a orvostudományhoz. Önnek erről mi a vélemény? Biztosan igazuk van, igen. Itt a háromhoz értenek, nagyon ügyes emberek. Az ön szakterülete, és amivel a neve a sajtóban szerepel, a koleszterinnel kapcsolatos gyógyítási metódusok. Hát igen, egy-két dolgot csináltam én az életemben. Valamikor csináltam ilyet, hogy patogén treponémát tenyésztettem, in vitro is, ezt a világon más nem tudta utánam csinálni. Aztán csináltam ilyet, hogy művért. Az is meglehetősen nehéz volt a haladás, mert akkor föltártam, hogy hát kíváncsiak vagytok, itt van a művőnézőm. Nem láttam, de nem is érdekel, mondta nekem valamelyik fontos ember. Na most magának a szív- és érrendszeri betegségek elleni küzdelemnek pedig tulajdonképpen én ott lettem részese, hogy Amerikába elkezdtek foglalkozni, már mikor tisztázódott az, hogy nem a táplálékkal vesszük fel a koleszterint, hanem a klamídia fertőzés következtében alakulnak ki a plakkok, klamídiával akartak foglalkozni, és én akkor kijártam Amerikába, éppen a feleségemet meghívták az egyik egyetemre oktatni, és én csak úgy elkísértem, és ha megtudták Pittsburghben, hogy ott vagyok, akkor berántottak engem. Nagyon könnyű volt, mert könnyű a gatátázba vinni, ugye, hogyha maga is akarja. És akkor elkezdtem ott foglalkozni klamídia tenyésztéssel, és a klamídiából akartunk előállítani egy olyan vakcinát, amivel a szív- és érrendszeri betegséget meg lehetne előzni. Egy évig kutattam, nem mentünk semmire, nem tudtuk ezt az antigént megtermelni, hiszen a klamídiákon nem találtunk pélit, amit meg lehetett találni a, mondjuk a nejszériákon, és így hát nem is tudtunk előre haladni. Sissy Brintonnak, az ottani professzornak volt ez az álma, hogy itt is találunk, mert valahol olvasott olyan, hogy a klamédián is lehet pil, és azzal is esetleg tudunk hasznosan immunizáló antigént előállítani. Na most tulajdonképpen ettől a pillanattól kezdve én kicsit átcsúsztam a szív- és érrendszeri betegségek, vagy a plakkok elleni küzdelemnek a területére, és itt is maradtam. Utána felfedeztem az antikoleszterol antitestet, ennek megint nagy kapcsolata volt a szifilisz diagnosztikával és a verifikálással. Én Magyarországon a problematikus eseteket a terhes nőknél, hogyha kiugrott egy Wasserman pozitivitás, akkor ezt beküldték az Országos Bőrnemi Kórtan Intézetbe, és ott megvizsgáltuk, hogy miért is van ez a szeropozitivitás. Megállapítottuk, hogy nincs szifilisze. Nagyon sok fiatal házas, nagyon sok fiatal anyát meg tudtam győzni, hogy nyugodjon meg, magának nincsen szifilisze, a Wasserman pozitivitása, a Wasserman reakció pozitivitása, amivel régen a szifilisz diagnosztizálták, az csak azt jelenti, hogy maga terhes. Maga boldog állapotban van, áldott állapotban van, nyugodjon meg, egészséges lesz a gyereke. Szóval sok száz ilyen esetem volt, amikor mi az élő patogén treponémával tudtuk igazolni, hogy neki nincsen szifilisze. Igen, ám de a szeropozitivitás kérdése nagyon izgatta az embereket. Benne az intézetben, ahol én dolgoztam, az Országos Bőrnemi Kórtan Intézetben, sajnos ma már csak volt ilyen intézet, megszűnt azóta, emelkedik is a szifiliszes megbetegedések száma. Több kandidátusi disszertáció született akkor a BAP-nak, a biológia specifikus pozitív eseteknek a vizsgálatából. Na és egy ilyen esetnek a vizsgálatából, hogy miért is alakul ki ez a PAP, tulajdonképpen találtuk meg azt, hogy van antikoleszterin antitest. És a Wasserman reakciónak egyik komponense a koleszterin. Tehát ott az ott felhasznált antigénben ott van a koleszterin is. De addig a koleszterin azt mondtuk, hogy a koleszterin nem antigén. Tehát erre már sem lehet gondolni, hogy a koleszterin antigén legyen. Persze a módszer egészen más volt, ahogy megközelítettük, mert később kiderült, hogy ez az antitest, amíg itt a reakcióban részt vesz, ez aktiválódik az inaktiválás után, mert ez egy hőérzékeny antitest. És ennek a hőérzékeny antitestnek a kutatásával, vagy a megtalálásával, a világon először írtam le azt, hogy van antikoleszterin antitest, csak ezt nem engedték akkor publikálni. 10 évvel később megtalálták az amerikaiak is,
és akkor bevittem az igazgatónak, hogy mit szólsz ehhez, és azt mondta, nem létezik, hogy ezt te fedezted, ez egy Nobel-díjas téma. Megköszöntem neked, én publikálhattam, úgyhogy mint 1985-ben, 86-ban szerettem volna publikálni, azt 1994-ben publikálhattam csak, az amerikaiak utána. És akkor jött a kutatás, hogy hát mire is való az antitest. Mivel ennek az antitestnek a létét nem fogadta az igazgató, elvette az asszisztenseimet, így magam dolgozhattam. Ennek később meglett a, hogy mondjam, a pozitívuma, vagy a haszna is, azt mondják, minden kár haszonnal jár. Ennek az volt a haszna, hogy ennek a egyes lépéseit csak én tudtam, mert nem volt asszisztensem, aki csinálja ezt. Az a két ember, akivel dolgoztam, az el volt foglalva napi rutinnal, tehát őket a kutatásban nem tudtam bevonni. A többit pedig elvették tőlem. Most, amikor megtaláltuk azt a vakcinát, azt az oltóanyagot, amivel ennek az antitestnek, az antikoleszterintestnek a termelését tudjuk fokozni, és tisztáztuk azt, hogy ennek a koleszterinek cserében van fontos szerepe, akkor tulajdonképpen el is jutottunk már oda, hogy egy korábban gyógyíthatatlan betegséget, ami ma is a gyógyíthatatlan betegség kategóriába tartozik, ezt tudjuk megelőzni és gyógyítani. Miért mondom ezt, hogy gyógyíthatatlan? Azért, mert Európában 3 alkalommal hívtak meg olyan kongresszusra előadni, ahol a gyógyíthatatlan szív- és érrendszeri betegségekkel foglalkoztak. 2-szer voltam kint Majorkán, 1-szer voltam Bécsbe, és készülök 3-szor is Majorkára, hogy újból erről a témáról beszéljünk, és elmondjuk azokat a tapasztalatokat, mivel itt Magyarországon, sőt nem csak Magyarországon, hanem a világ minden részén most már sporadikusan találkoznak az emberek, és kapom a köszönő leveleket, kapom a köszönő telefonokat, hogy ilyen problémám volt, nem tudtak velem csinálni, és meggyógyultam, köszönöm szépen, jól vagyok, nem volt eddig gyerekünk, 10 év házasság volt, és most megszületett a gyerekünk, vagy terve esett a feleségem, vagy nem kellett levágni a lábamat, vagy éppen el sikerült dobni a fehér botot, és most már fehér bot nélkül tudok sétálni az utcán. Szóval ilyen, hogy mondjam, korábban elképzelhetetlen állapotok is jelentkeznek. Hál' Istennek most már nem ezres, hanem ennél nagyobb számba, tehát 10 000-es nagyságrendben tudtuk elvégezni az embereknek kiszolgálását, nem a gyógyítását, mert mindenki magát gyógyította. Én egyet tudok csinálni, előállítani az oltóanyagot, és mindenki önmagát oldhatja, ez a 9 oltásból álló kúra elég arra, hogy megmentse a végtagját, kitisztítsa az erejét, és ennek megfelelően a hajszálere is tisztábbak legyenek, tehát nem csak a látása, hanem a szem mögötti térbe lévő hát idegsejtek is dolgoznak, és nagyon sokan vannak olyanok. Éppen ma találkoztam valakivel, mondja, hogy az édesanyja nem ismerte meg magát már a gyermekét hosszú időn keresztül, miután megkapta az immunizálást, mondja, nem történt csoda, de azóta ilyen probléma nincs, mindig megismeri. Igen. Tehát egy picit még olyan állapotban is, amikor már azt gondoltuk, hogy a vég, még onnan is sikerült az embereket visszahozni, hát egészségesebb állapotba. Véleménye szerint a koleszterinnel kapcsolatos félreinformáltság mögött tudatlanság, vagy pedig valamiféle haszon húzódik meg? Én ezt nem akarom ilyen keményen fogalmazni. Azt szoktuk mondani, hogy a tudomány akkori álláspontja szerint. Tehát a tudomány akkori álláspontja szerint az volt, hogy a táplálékkal fölvett koleszterin az okozza a problémát. Kiderült, hogy nem. A koleszterint mi magunk állítjuk elő. És ha mi magunk állítjuk elő, akkor a szervezet akármilyen áron, nagyon sok ATP-vel, nagyon sok tüzelőanyagnak a felhasználásával tudja a koleszterint megcsinálni a szervezetünkben. A köztudatban rengeteg tévinformáció kering a koleszterinről. Igen, a koleszterint nagyon sokan belfogadták azt, hogy ez rossz a szervezetnek. A szervezet egyik legfontosabb anyaga, rám tört valaki egyszer, úgyhogy ja Istenem, koleszterinem van. Mondtam, hogy jó, hogy van koleszterin, mert ha nem lenne, akkor kivitték volna a temetőbe, és nem ide jöhetett volna hozzám konzultációra. Szóval nyugodtan kijelenthetjük, hogy nagyon fontos szervezet. Nagyon fontos, egyik legfontosabb anyagunk. Nagyon szépen köszönöm a professzor úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és szeptember 9-én az előadásán találkozunk itt a Magyarok házában. Örömmel jövök.